Jaj, de szűk kezű volt Scrooge, de szoros markú, garas reszelő, csikar, kupor, kaparkodó, vén bűnös. Keményebb, mint a kovakő, hiszen acélal sem lehetett volna kicsiolni belőle egy szikrányi nagy lelkűséget. Kifürkészhetetlenebb, magának valóbb és zárkózottabb, mint az osztriga. Hidegsége megfagyasztotta a vonásokat öreg arcán, megcsípte hegyes orrát, megaszalta orcáját, megmerevitette járását, szemét vörösre, keskeny ajkát lilára színezte, és ravaszul szólt csikorgó hangjában. Jeges zúzmara volt a fején, a szemöldökén, inas állkapcáján. Ez a fagy mindenhova elkísérte kánikulában jégverem mély hűtötte az irodáját, és karácsonykor sem enyhült, egyetlen fokkal sem. A külvilág hidege, melege viszont kevéssé érintette scrooge -ot. Nem volt az a hőség, ami felhevitette, se téli zimankó, ami megborzongatta volna. Szél nem lehetett nála zordabb, havazás kitartóbb, zuhogó eső kérlelhetetlenebb. A rossz időjárás nem tudott kifogni rajta a legádázabb eső, hó, jég, dara is csak annyit tudott felmutatni vele szemben, hogy nem egyszer bőséges volt. Scrooge viszont mindig fukar. Soha senki nem állította meg az utcán, hogy örvendező arccal azt mondja, Á, kedves Scrooge, hogy van? Mikor néz be hozzám? Koldusok nem könyörögtek nála garasért, gyerekek nem kérdezték meg hány az óra, soha életében egyetlen férfi vagy asszony sem kért tőle útbaigazítást. Talán még a vakvezető kutyák is ismerték, amikor látták közeledni gazdájukat egy kapuhajba, vagy kereszt rángatták, és aztán csóválták a farkukat, mint azt mondanák, bizony inkább sötétben élj, világtalan gazdám, mint hogy ilyen sötét tekinteted legyen. De Scrooge nem bánta, hisz éppen ezt szerette. Végig sompolyogni az élet nyüzsgő útjain, minden emberi együttérzést messze riasztva. Ez volt Scrooge-nak, ahogy némelyek mondják, a bogara. Történt egyszer, méghozzá éppen karácsony este napján, hogy az öreg Scrooge az irodájában foglalatoskodott. Mostoha időjárás volt, cudarul hideg, a tetejébe ködös. Hallotta, mint a kis mellékutcában a járókelők fújtatnak, mellüket csapdosság és toporognak, hogy felmelegedjenek. A város órái még épp csak elütötték a hármat, de már is besötétedett. Egész nap nem derült ki az ég és a környező irodák ablakaiban égő gyártyák olyanok voltak, mint meg annyi vöröses maszat folt a tapintható barna levegőben. Minden résen és kulcsukon árad be a sűrű köd, amelyben a házak már a szűk kis utca túloldalán is puszta fantomoknak rémlettek. E komor és mindent elhomályosító felhő ereszkedése láttán az ember azt hihette volna, hogy a kicsapongó természet nagyban űzi a lepárlást. Scrooge irodájának belső ajtaja nyitva állt, hogy rajta tarthassa szemét az írnokán, aki egy nyomorúságos cellában amolyan fali fülkében leveleket másolt. Scrooge-nál nagyon gyatra kis tűz égett, az írnoknál azonban még gyatrább. Jóformán csak egyetlen széndarab. darab de nem rakhatott rá, mint hogy a szenes vödött maga irodájában tartotta, és amint az írnok belépett a lapáttal, főnöke megjövendőlte neki, hogy alig, hanem elválnak útjaik. Ennek utána az írnok felvette fehér gyapjusáját, és a gyertyalángnál próbált melegedni. Ám ebbéli igyekezetében hiány lévén a kellő képzelőerőnek kudarcot vallott. Vigy karácsony, bácsikám, az Isten tartsa meg! Harsant egy derűs hang. Scrooge unoka volt, aki olyan váratlanul toppant be, hogy Scrooge csak a szavaira kapta fel a fejét. Badarság! Dörmögte Scrooge. Humbug! A fagyos ködbetett szapor a sétától kimelegedve Scrooge unokaöccse valósággal sugárzott megnyerő arca kipirult, szeme csillogott, s szájából meleg lehelet pára gomolygott. A karácsony humbug Bácsi mondta, ezt bizonyosan nem gondolja komolyan. Dehogy nem, felelte Scrooge, még hogy víg karácsonyt, mi joga magának a vígságra, mi akará, hiszen csak szegény. Jól van, vágott vissza az unokaöcs derűsen. Akkor magának mi joga a mogorvaságra? Mi oka a rossz kedvre? Hiszen igen, csak gazdag? Pillanatnyilag nem lévén jobb válasza, Scrooge ismét felmordult, majd megtoldotta egy humbuggal. Ne legyen már ilyen morcos bácsikám, kérlette az unokaöcs. Mi más lehetnék, mondta nagy nagybácsi, amikor bolond világban élek, Vég karácsonyt! Pokolba a vég karácsonyjal! Mi más csinál karácsonykor az ember, mint számlákat fizet, holott nincs pénze? Belátja, hogy egy évvel idősebb lett, de egy fityingkel sem gazdagodott. Mérleget készít, és egy kerek tucat hónapnyi veszteséget könyvel el. Ha rajtam állna, akkor az összes idiótát, aki ezt a karácsony szajkózza, megfőznék a saját pudingjával, és magyalága döfnék a szívébe, mielőtt elföldelik. Úgy bizony. Bácsikám, csitította az unokaöcs. Ösém, folytatta a nagybácsi hajlíthatatlanul, tartsa meg a karácsonyt, ahogy akarja, és én is hadd tartsam meg, ahogy akarom de hiszen nem tartja meg. Akkor hát nem tartom meg. Mi haszna belőle az embernek? Mi haszna volt belőle valaha is? Merem állítani, hogy sok olyan dolog van, ami nem jár anyagi haszonnal, mégis hasznos, válaszolta az unoka öcs. Köztük a karácsony. De annyi bizonyos, hogy a szentestét Függetlenül a nevének és eredetének kiáró tisztelettől, ha ugyan bármi, ami hozzá tartozik, független lehet ettől, mindig szép eseménynek találtam, kedvesnek, megbocsátónak, jótékonynak, kellemesnek. Tudomásom szerint ez az egyetlen idő az esztendő hosszú kalendáriumában, amikor férfiak és nők, mint egy közös akarattal szabadon megnyitják bezárt szívüket, és úgy tekintenek az alattuk állókra, mint társaikra a sírfelé vezető úton, nem pedig egy másik, más utakon járó fajtára. És ezért, bácsikám, bár sohasem gyarapított egy szemernyi aranyal vagy ezüsttel sem, hiszem, hogy hasznom volt, és ezután is hasznom lesz belőle. Azt mondom hát, hogy Isten áldása rajta. Az írnok a fali önkéntelenül összecsapta a tenyerét. Tüstént ráeszmélve illetlenségére megpiszkálta a tüzet, s így végképp kioltotta az utolsó halvány szikrát is. Még egy hang, intette Scrooge, és azzal köszönti a karácsonyt, hogy búcsúzik az állásától. Magának pedig, uram, tette hozzá az unokaöcséhez fordulva, a parlamentbe volna helye, ott szónokolhatna kedvére. Ne zsörtölődjék, bácsikám, jöjjön el hozzánk holnap este védre. Elmegyek, felelte Scrooge. Igen, ezt felelte, csak éppen valamivel hosszabban fejezte ki magát, imígyem. Elmegyek, persze, néha napján se időn. De miért? kiáltott fel Scrooge unokaöccse. Miért? Maga miért nősült meg? kérdezte Scrooge. Mert szerelmes voltam. Mert szerelmes volt, morogta Scrooge, mint ha ez volt az egyetlen dolog a világon, ami még a víg karácsonynál is nevetségesebb. Jó napot! Na de bácsikám, azelőtt sem jött el soha. Akkor most miért erre hivatkozva állítja el a meghívást? Jó napot! mondta Scrooge. Nem akarok magától semmit, nem kérek semmit. Miért ne lehetnénk jóban? Jó napot, mondta Scrooge. Szívemből sajnálom, hogy ennyire megmakacsolja magát. Soha volt köztünk harag, legalábbis részemről. De mivel a karácsony iránti tiszteletből szántam rá magam erre a próbálkozásra, a végsőkig megőrzöm karácsonyi jókedvemet, úgyhogy víg karácsony, bácsikám! Jó napot! mondta Scrooge. És boldog új évet! Jó napot! mondta Scrooge. Unoka öccse mindezek ellenére egy zókszó nélkül hagyta el a szobát. A külső ajtónál megállt, hogy kellemes ünnepeket kívánjon az írnoknak, aki átfagyva is melegebb volt Scrooge-nál, mert hogy szívélyesen viszonozta a jó kívánságot. Na tessék, itt a másik, dünnyögte Scrooge ezt halván az írnokom heti 15 shilling bérrel, feleséggel, családdal, víg karácsonyról beszél. Én bevonulok a bolondok házába. Ezen közben az eszelős kikísérte Scrooge unokaöcsét, és bebocsátott két másik látogatót. Előkelő megjelenésű urak voltak, jól öltözöttek, s most kalapjukat levéve megálltak Scrooge irodájában. Kezükben könyv és papírosok meghajoltak Scrooge előtt. Scrooge és Marley, nem de bár, mondta az egyikük a listájára pillantva. Kihez van szerencsém, Scrooge úrhoz vagy Marley úrhoz? Marley úr hét esztendeje halott, felelte Scrooge. Hét éve épp karácsony estéjén halt meg. Bizonyosak vagyunk benne, hogy hátramaradt üzlettársa, épp hogy bőkezű, mint ő lehetett, mondta az úri ember átnyújtva meghatalmazását. Ez így is volt. Lévén annak idején Scrooge és Marley rokon lelkek. A baljós bőkezű szó hallatán Scrooge összeráncolta a szemöldökét, megcsóválta a fejét és visszaadta a meghatalmazást. Tekintettel az ünnepekre, Scrooge úr, mondta a látogató, tollat véve kezébe, a szokásosnál is kívánatosabb, hogy juttassunk valami keveset a szegényeknek és a szűkölködőknek, akik most keservesen sínylődnek. Sok ezren a legalapvetőbb szükségleteiket sem tudják fedezni. Több százezren a legszerényebb jólét feltételeit sem tudják megteremteni. Miért nincsenek börtönök? kérdezte Scrooge. Rengeteg börtön van, mondta az úr, letéva És a dolog házak", faggatózott tovább Scrooge. Működnek még? Működnek, felelte az úr. Bár jobb lenne, ha nemmel válaszolhatnék. Hát a taposómalom meg a szegény törvény. Alkalmazzák őket? folytatta Scrooge. De még mennyire, uram? Vagy úgy. Nagy örömmel hallom, Ön a bevezetőjével rámiesztett, hogy történt valami, ami miatt nem fejtheti ki áldásos hatásukat, mondta Scrooge. Mint hogy ezek véleményünk szerint alig ha biztosítanak emberséges testi és lelki körülményeket a nép számára, válaszolta az úr, néhányan igyekszünk előteremteni rá az anyagiakat, hogy a szegényeket némi ételhez, italhoz és melegedési lehetőséghez juttathassuk. Azért a karácsonyi időt választottuk erre, mert ilyenkor érezzük leginkább a szükséget, és örülünk legjobban a bőségnek. Mit írhatok önhöz? Semmit felelte Scrooge. Névtelen óhajt maradni? Ha azt kérdezi, mit óhajtok, mondta Scrooge, hát azt óhajtom, hogy hagyjanak békén. Én nem mulatok karácsonykor, és nem engedhetem meg magamnak a semmittevők mulattatását. Hozzájárulok az imént említett intézmények fenntartásához, elég költségesek. Ha nincs telenek, menjenek oda. És sokan nem mehetnek, és sokan inkább meghalnának. Ha inkább meghalnának, mondta Scrooge, ám tegyék, és csökkentsék a népfölösleget. Egyébként, már megbocsásson, erről én nem tudok. Pedig tudhatna, jegyezte meg az úr. Nem tartozik rám, válaszolta Scrooge. Az ember a maga dolgával törődjék, és ne ártsa magát másokéba. Engem az enyém teljesen leköt. Jó napot, uraim!